Hazai környezetben kezdte meg az osztályozók harmadik fordulóját a Dunaújváros Pase együttese, akik most a Biatorbágy ellen léptek pályára. A mieink már tényleg csak néhány lépésre vannak attól, hogy jövőre egy osztállyal feljebb már MB2-ben mérettessék meg magukat, hiszen először a Pénzügyőr, majd a Pécs fiataljai győzték le az oda- és visszavágó keretében is. Az sajnos jól látszott a hazai csapaton, hogy 2,5 héten belül már 5. alkalommal játszanak tétmérkőzést, így fáradtabbak és dekoncentráltabbak voltak ellenfelüknél. Szépen lassan azért magára talált a Pase, és átvették a mérkőzés irányítását. Helyzeteket is sikerült kialakítani, ezek azonban nem jutottak hálóig. Egészen a 30. percig, amikor Kovács Barnabás, a csapatunk kapitánya szerzett vezető találatot büntetőből. Térfélcsere után nem úgy alakult a mérkőzés, ahogyan azt a hazai szurkolók szerették volna. A mieink visszaálltak, és a szervezetten játszó vendégek egyértelmű fölénybe kerültek. Végig a levegőben lógott az egyenlítő találat, amelyet végül Nagy György Bence egy nagyon szép jobboldali támadás után szerzett. Ez egy kicsit talán felbőszítette a mieinket, és ismét több helyzetet alakítottak ki, ezeket azonban most sem sikerült értékesíteni, így maradt az 1-1-es döntetlen. A mezőnyben jobban játszott az ellenfél, tehát többet birtokolták a labdát, passzokba, összjátékba, kombinatív játékba jobban játszottak, viszont nekünk voltak nagyobb lehetőségeink, és most ez a fáradtság, vagy rossz döntések, rossz cselekedetek technikailag fejben, tehát mindegyik igaz, az is igaz, hogy ez a... Az 5. mérkőzésünk volt 2,5 hét alatt, biztos, hogy fáradtak a fiúk, meleg is van. Nincs ez semmi gond, hát megpróbáljuk szombaton győzelemmel elhagyni a pályát, és akkor mi jutunk föl. Sokkal-sokkal pontosabban kell a támadó harmadba lejátszani a szituációkat, mert volt rá lehetőségünk bőven, hogy gólokat szerezzünk még, csak hibáztunk a támadó harmadban. Jó mérkőzés volt, az előző forduló az a Sopronnal vívott párharcokhoz képest sokkal színvonalasabb, a Dunaújváros sokkal jobban futballozni akar, két nagyon-nagyon jó csapat pályázik a feljutásra, úgyhogy azért is tudtunk ilyen jó mérkőzést játszani, mert a Dunaújváros, a hazaiak nagyon-nagyon jól futballoztak, nagyon akarják a feljutást, 2-3 klasszis képességű játékossal a csapatukba. Mi gyakorlatilag nem eredményben gondolkodunk, mindig játékban gondolkodunk, és ez a játék azt hiszem ma is látszott a pályán. Kicsit sajnáljuk, hogy kihagytuk a büntetőt a mérkőzés elején, de sokkal fontosabb, hogy ilyen mérkőzést tudtunk játszani, mert a gyerekek ilyen mérkőzéseken tudnak fejlődni. A bajnokságban nem nagyon volt lehetőségünk ilyen szoros, ilyen jó mérkőzéseket játszani. Bizakodásra adhatok ott, hogy az elmúlt időszakban mindkét párharc során jobban teljesített Lőrinc Emil gárdája, amikor idegenben kellett bizonyítaniuk. Hát szerintem ugyanilyen mérkőzés lesz, hát az ellenfélnek a játék stílusa, ez a kis rövid passzos mélységi beindulások, mélységi passzok. Szerintem ebben nem lesz változás, szerintem annyi lesz a különbség, hogy maximum följebb toljuk a védekezést, mert eredménykényszer alatt vagyunk, tehát nekünk meg kell nyerni a mérkőzést, vagy ott kell rúgni. Nem tudom, hát holnap azért nem fogunk edzeni, pénteken lesz egy laza edzés, remélem szombatra azért kipihenik valamilyen szinten magukat, de az tény, hogy látszik rajtuk a fáradtság, mert azért... Az sem jó dolog, hogy egész bajnokság során 3 mérkőzés, ami komoly, a többi pedig idézőjelben kevésbé komoly, tehát fizikailag ez nekik egy óriási megterhelés. Hát remélem, hogy szombatra kipihenjük magunkat. Az mindenféleképpen kell, hogy játékosok sokkal-sokkal minőségibb teljesítmény nyújtsanak, mert a mai nap igazándiból nem tudok mondani 2 olyan játékost, aki jól játszott volna, és így nem lehet nyerni egy komoly mérkőzésen. A visszavágó június 22-én szombaton délelőtt 10 órakor kezdődik a Piatorbágy együttesének pályáján.